Elfogadta a parlament azt a fideszes törvényjavaslatot, amely jelentősen kiterjeszti, hogy kiknek a vagyonát zárolhatják a nyomozóhatóságok a brókerbotrányok kapcsán. A javaslatot a Fidesz, az MSZP és a Jobbik támogatta, az LMP frakció és a független képviselők viszont nem elszavaztak. Ne kérjenek most számon senkit, ugyanis... Ma is hamar szóba került a Questor ügy a parlamentben. Tállai András államtitkár úgy reagált a szocialista Tóth Bertalan vádjaira, hogy Princ Gábort, Simor Andrást, Bajnai Gordont és Kulcsár Attilát emlegette. Szerinte külföldön is megrégyelnék a magyar ügyészség mostani tevékenységét. Páratlan gyorsasággal 2 hét alatt mind a három broker botrány ügyében már előzetes letartóztatásban vannak emberek. Páratlan gyorsasággal, még nemzetközi összehasonlításban is. Schiffer András még a szavazás előtt közölte, hogy szerintük a törvény semmit sem ér. Az a törvényjavaslat, amiről ma a zárószavazás lesz, sok mindenre alkalmas, így például az állami felelősség elkenésére, de hogy a broker botrányok áldozatait, a Questor károsultakat egy lépéssel nem hozza közelebb a vagyon a kár megtérüléséhez, ez egészen biztos. Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 157 igen szavazattal, 12 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. A 12 nemmel szavazót Rogán Antal később név szerint is ismertette. Ők bizonyultak a brókerek barátainak. Ha rajtuk múlott volna, akkor a további eljárásokban sem lehetne elkobozni sem a brókerek, sem a bróker cégekhez tartozó igazgató tanácsi tagok, felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvelők vagyonát. Hülyeség! Hát az a bróker barátja, aki ott fogja a kezét és rázza a kezét. Az a bróker barátja, aki foci meccsen együtt szotyizott vele. Az a bróker barátja. Az ellenzék megosztott volt a javaslatot illetően, az MSZP támogatta, de kevésnek tartják. A párt saját módosítója szerint, amint lehet, ki kell fizetni a károsultakat közpénzből. Az állam rendezze a károsultakat, és az állam hajtsa be a vétkeseken, a felelősökön azt a pénzt. A Párbeszéd Magyarországért szerint a törvény alaptörvény ellenes. Úgy lehet zár alá venni valakinek a vagyonát akár 15-20 évre, hogy bármilyen adattal rendelkeznének a hatóságok arra vonatkozóan, hogy ő követett el bűncselekményt, vagy birtokában volt-e bűncselekményből származó vagyon. Az együtt politikus, a Szelényi Zsuzsanna azt mondta, hogy a törvény szerintük egy hatalmas blöff, hiszen a vagyonok, amiket a törvény alapján zárolni lehetne, az ügyészség késlekedése miatt valószínűleg már nincsenek is Magyarországon.